Ahogyan telnek a felkészülés napjai, úgy alakul át a munka miensége a kék cápáknál. Induláskor még a konditerem volt a fő helyszín, most viszont már a parketre és a labdás edzésekre helyeződött át a hangsúly. A keretből a tajvani univerziádén szereplő Bucsi Iván hiányzik, a magyar válogatott eddig a szerbektől és a hazaiaktól is vereséget szenvedett, a többiek viszont egészségesek, így a terveknek megfelelően halad a munka. Siska János edző szerint jobban állnak, mint egy évvel korábban. Úgy gondolom, hogy előrébb tartunk, mint tavaly ilyenkor tartottunk. Az első három hétben inkább az erőfejlesztésen volt a hangsúly, most már azért kezdünk a taktikai részeket elővenni, illetve gyakorolni. Mivel csütörtökön edzőmeccsünk van, ugye oda már azért teljes taktika kellene. Nyilván nem erre a mérkőzésre készülünk, de szeretnénk azért jól teljesíteni. Nem kell újra tanulni a taktikai elemeket, illetve a figurákat. Egyedül az a két ember, aki nem volt itt tavaly, nekik kell megtanulniuk, azon kívül mindenki tudja a taktikánkat. Nyilván lesznek új elemek is benne, ezeket még gyakorolni kell, de még van a kezdésig, ugye a bajnokság kezdetéig ugye ezzel a héttel 4 hét, úgyhogy van még időnk gyakorolni. A csapatkapitány Nagy Krisztián szerint a tavalyi jó szereplésben az is szerepet játszott, hogy nem csak a pályán, hanem azon kívül is egységes volt a csapat. Erre az erőre az előttünk álló szezonban is építhetnek a cápák. Hála Istennek ez idén sem változott. Úgy érzem, hogy Zoli érkezésével még kaptunk még egy mókamestert, és nagyon jó a hangulat a csapatban, de kellő komolysággal veszük az edzéseket. Mind a mellett elcsattan egy-egy poén, úgyhogy nem panaszkodom. A kék cápák csütörtökön Debrecenben a Vasas ellen játsszák első edzőmeccsüket. Jövő kedden a Tiszaújváros érkezik Nyíregyházára, majd Nagy Krisztiánik visszaadják a látogatást. Szeptember elején pedig egy miskolci tornára utazik Siska János együttese.